Ez a zöldfedelű gyűjtőedény már megtelt. Diófalevél és ágnyesedék került bele. A zöld hulladékot áprilistól november végéig szállítja el a szolgáltató. A szolgáltató gyűjtőjárata az utcára kitolt zöldfedelű kukákba és a cég által forgalmazott zöld zsákba helyezett, illetve kévébe kötött nyesedéket, falevelet és füvet viszi el. A gajakat maximum 50x50 centis kötegekben lehet kihelyezni. A képeken ez látszik. Egyedül a kötöző anyag fajtája nem felel meg az előírásnak, a fémdrót alkalmazása kerülendő. Igen, mi is tapasztaltuk. Összességben jó lenne, hogyha a drótot hanyagolnák a szolnoki lakosok, de természetesen, hogyha dróttal van összekötve, azt is el fogjuk szállítani. Szolnok területéről évente átlagosan 2200 tonna zöld hulladékot szállít el a szolgáltató. A növényi részek a két pói regionális hulladéklerakóba kerülnek, ahol komposztálják azt, így újra felhasználható lesz. Az elszállítás két hetente történik, aki azonban kedvet érez hozzá, az saját portáján is megpróbálkozhat a zöld hulladék hasznosításával. Az NHS Szolnok közszolgáltató non-profit Kft. Telephelyén ugyanis még igényelhető az e célt szolgáló komposztládák.